kell csinálni? Megállni. Vagy lelassítani, egész lassan menni. Majd, hogyha semmi nincs, akkor mehetünk tovább. Érdeklődve figyelték a táblákkal kapcsolatos kérdéseket, és jól is válaszoltak rá a gyerekek a biciklis rolleres pályán. A kis óvodások bizony már sokat tudnak ezekről a közlekedésben fontos szerepet játszó eszközökről. Azok a táblákat ismerem, 6 éves vagyok, és nagyon jól csinálták meg a pályát. Szoktam figyelni, és szeretem is rollerezni, meg biciklizni. A közlekedési kultúra napján 2015 óta szerveznek országos rendezvényeket. Székesfehérváron 2019-ben volt az első ilyen program a balesetmentes közlekedés érdekében. Az idei évben a 2019-ben megrendezett nagy sikerű rendezvényünket kívánjuk megismételni. A mai nap mottoja közlekedésbiztonsági nap fiataloknak. Itt elsősorban a nagycsoportos óvodásokat, illetve az alsó tagozatos iskolásoknak a közlekedésbiztonságra történő nevelését célozzuk meg. Tehát játékos formában a kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályrendszerét, biztonságos lebonyolítását tanítjuk nekik. A közlekedés biztonsági napot a fiataloknak a Székesfehérvári Rendőrkapitányság, a Közlekedéstudományi Egyesület Fehér megyei szervezete és Székesfehérvár önkormányzata közösen szervezte. Ez az az életterület, amivel gyakorlatilag minden ember minden nap találkozik, a kisgyerektől a felnőttekig, és azok a közlekedési szereplők, akik egyébként ezeken a közös pályákon, értem itt az autóutat, az ebrát, a járdát találkoznak, egy megfelelő szintű kultúrával kell, hogy rendelkezzenek, és elfogadják a másik közlekedőnek is a jogát ahhoz, hogy biztonságosan közlekedjen. A közlekedés biztonsági nappal elsősorban a gyerekeket szerették volna megszólítani, és rajtuk keresztül a szülőket. Hiszen, mint ahogy Májer László rendőrőrnagy, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti főelőadója mondja, ha a gyermekek úgy mennek haza, hogy mesélnek, milyen jó programon vettek részt, tanultak a közlekedésről, akkor a szülőket is el tudják érni. A gyerekeknek olyan pályát rakunk fel, ahol az alapvető közlekedési szabályok, például gyalogos átkelőhely előtt történő magatartás, egyirányú út, behajtani tilos, stopptábla, ezeket a különböző apró dolgokat próbáljuk a gyerekeknek a kerékpáros, nem akadálypálya, de majdnem olyan, annak a felállításával, illetve van lehetőségük kresszkockákból különböző közlekedési jelzőtáblákat kirakni, és akkor, hogyha ez megvan, akkor ezen keresztül is talán egy kicsit közelebb tudunk jutni hozzájuk. Májer László hozzátette, fontos, hogy ne csak akkor közlekedjünk a kressznek, a közlekedési kultúrának megfelelően, ha rendőrt látunk. A türelem, odafigyelés, biztonságos közlekedés elvárás az utakon, hiszen, mint mondja, mindenkit hazavárnak.